Darling, just drive right in. Értékes tombola nyeremények, finom falatok és hajnalig tartó zene. Alapítványi bál tartott a sátor a jóihelyi magyar-szlovák kiiktanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégium. Az iskola igazgatója örömtelinek gondolja a bálozók létszámát és a sok tombola fölajánlást. Örömmel könyveljük, hogy a 2,5 év kihagyása után sikerült megszervezni ezt az alapítványi bált, melynek jótékonysági célja van, 123 személy részvételével, tehát igen, úgy gondolom, hogy a számításaink be fognak jönni, hiszen a megvásárolt jegynek legalább a felét úgy gondolom, hogy tudjuk majd fordítani az alapítványra, hiszen azért hozzá kell tennem, hogy ezt a rendezvényt, amely a alapítványunk megalakulásának 25. évfordulójával függ össze, támogatja a Bethlen Gábor alapkezelő is, tehát támogatást kaptunk ebből a alapkezelőből és a szlovákiai határon túli szlovákok hivatalától, tehát ezzel együttesen én úgy gondolom, hogy jó helyre fog kerülni, hiszen azért bevételeink hiány voltak az utóbbi évek kiadásai miatt, és a gyerekek megérdemlik ezt a támogatást. Az igazgató arról is beszélt, hogy a befolyó összegeket többek között nyelvvizsgára felkészítésre, a kitűnő gyerekek jutalmazására, kirándulási és versenyúti költségekre fordítják. Idén nem csak az alapítvány ünnepli fennállásának 25. évét, hanem az iskolában működő Fürgegyik Diáksport Egyesület is a 20-at. Tulajdonképpen az egyesületet azért hoztuk létre, hogy az iskola tanulóközösségének megpróbáljunk valamilyen pénzeszközöket előteremteni arra, hogy a szabadidőt hasznosan tudják eltölteni, tehát táborokra, versenyeztetésre, és éveken keresztül ez sikeres is volt. Több természeti iskolába mentünk el, ebből az összegből sítáborba voltunk többször, ebből az összegből, és egyéb táborokat is szerveztünk, kosárlabdatábort, kerékpáros tábort. Az utóbbi években elsősorban a kosárlabda az, ami a sportágak közül kiemelkedik az egyesület életébe. Próbálunk talpon maradni és folytatni a csapatainknak a versenyeztetését. Hát a tervünk az, hogy ezeket a gyerekeket, minél több gyereket bevonjuk az egyesületi munkába, versenyeztetni tudjuk őket, akár diákolimpiai, vagy akár a kosárlabda szövetség által szervezett országos bajnokságban. A kötetlen programok előtt az iskola volt diákjaiból álló táncosok mutattak be néhány táncot.